hülyen követi a hagyományos öltözék valamennyi öltözett darabját. Éppen egy hagyományos népviseleti alkotást értékel a Hagyományok Háza által kijelölt Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság. A Babics Központban 101 tételt kategorizáltak és láttak el minősítéssel a szakemberek. A Hagyományok Háza szervez népi iparművészeti zsűrizéseket Budapesten is több alkalommal, de vidéki helyszínekre is megyünk felkérésre. Általában népművészeti egyesületek szoktak minket felkérni, és ugye általában kézművesek adják be a tárgyaikat ezekre a minősítésekre. Szekszárdon a Tolna megyei Népművészeti Egyesület nyújtott be igényt a minősítésre. A most értékelt alkotások közül érkezett termék Somogy megyéből és a Vajdaságból is. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület szinte megalakulása óta szervezi a helyszíni zsűriket, ezzel szeretné segíteni azokat az alkotókat, akik Tolna megyében vagy akár a környező megyékben is dolgoznak, hogy ne kelljen Budapestre szállítani a munkájukat, és teremtsünk arra lehetőséget, hogy a zsűrizéseket követően konzultálni tudjanak a zsűrorokkal. Ez is hozzásegíti őket ahhoz, hogy a szakmailag fejlődjenek, tovább tudjanak lépni. Minősített népi iparművészeti alkotásnak minősül a hagyományos mesterremek, modern mesterremek, vagy hagyományos mívestermék, modern mívestermék és a zsűri számmal ellátott népi iparművészeti alkotás. A színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás jelölés nélküli zsűri számot kapott az értékelés során.